Egy belvárosi bérlakás tetőlakásában bújik meg a textil, és uli, itt, ahol számos fast fashion üzlet van, mi inspirálta arra, hogy elindítsam ezt az iskolát? 15 éves voltam, amikor megtanultam a szövésnek a technikáját egy nagyon jó barátomtól. Később ez inspirálta arra, amúgy, hogy textiltervezőnek tanuljak, és, és alapvetően az alkotás örömmel. Az, ami, az, amit szeretnék átadni a textilsulinak a, a, workshopjain és kurzusain. A szövés tanfolyamon, a kisléptékű szövés tanfolyamon általában egy falidíszt szoktak elkészíteni maguknak. Öt héten keresztül heti egy alkalommal jönnek a résztvevők, és hétről hétre fejlődnek bizonyos technikákkal. Ha kezdő, ha nem kezdő, mindenkinek alapvetően egy nagyon-nagyon egyszerű metódust tanítok. Abban hiszek, hogy a szövés, mivel az egyik legősibb mesterség, nagyon egyszerű eszközökkel alapvetően előállítható, nincsen szükség csak egy nagyon szimpla keretre, fonalra, egy villára. Ezt azért bárki egy képkerettel otthon elő tudja állítani, és alapvetően a teljesen ennek a keretnek a felvetését megtanítom, az már egy picit bonyolult metódus annak, aki ezt még sosem csinálta, és az előkészítési technikáktól, tehát teljesen a legelejétől indulunk el, mesélek amúgy picit általában a szövésnek a történetéről is, arról, hogy milyen szövés típusok, milyen szövőszék típusok vannak, miért fontos az, amit csinálunk, milyen feszesnek kell lenni egy felvetőszálnak, milyenek a felvetőszálak, mit nevezünk felvetőszálnak. Alapvetően kicsit igyekszem ennek a dolognak nem csak a hobbi részét, hanem a szakmaiságát is átadni egy ilyen tanfolyamon. Most nagyon divatosak ezek a nagy fonalak, például a szalaggyapjú, a pulófonalak, tehát hogy nagyon szeretnek ilyen látványos, kicsit háromdimenziós szövéseket készíteni a résztvevők, de ugyanúgy megvannak általában az idősebbek, kicsit a hagyományosabb, vékony szálasabb szövéseket szokták választani. kérlek, nekünk kicsit a textil tervezésre. ez mit jelent pontosan, és ezt kik tanulják általában nálad? Ez is nagyon széles közönség. Egyrészt akik hobbit keresnek, és érzik azt, hogy kreativitás van bennük, szeretnének ezzel valamit kezdeni, lehet, hogy csak kipróbálnák, lehet, hogy később szakmát váltanának, tehát egy kicsit ilyen útkeresgélők szoktak jönni. Másrészt pedig ők is egy elég nagy célcsoport, akik hazai és külföldi egyetemekre szeretnének felvételt nyerni. A textil tervezés az egy nagyon-nagyon sokrétű szakma, tehát ez hogy valami kötött, szövött, nyomott anyag, elmegy egészen ugye az öltözködési textilekig, ez egy nagyon-nagyon tág szakma. Mit gondolsz arról, hogy ez a Do It Yourself mozgalom, illetve az, hogy az emberek a kézműveskedés felé egyre jobban visszafordulnak, ez minek köszönhető? Um, egyrészt azt gondolom, hogy kezdenek egy picit a ezek a dolgok itt is divatossá válni. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon ősi dolog, hogy a kezünkkel csináljunk valamit. Tehát ez egy nagyon emberi tevékenység, és mivel egyre többet nézünk képernyőt, és egyre többet létezünk a virtuális és a digitális világban, ezért egyre nagyobb szükségünk van manuálisan, amúgy akár kertészkedni, akár szövegetni akár bármit csinálni a, a, két kezünkkel, ugyanis ez az agynak egy ilyen nagyon jó relaxáló tevékenység. Milyen workshopok, -ok, illetve milyen kurzusokkal várod legközelebb az érdeklődőket? Márciusban indul egy, egy alap, egy szövés alaptanfolyam, egy öthetes, ugyanúgy márciusban indul el egy öthetes textiltervező tanfolyam, ahol alapvetően a legfrissebb trendek alapján fogunk megtanulni tervezni, és ugyanúgy márciusban fog elindulni egy szombat délelőtti, ez egy kicsit nagyobb léptékű, a szőnyeg szövés tanfolyam. Tehát ott már egy nagyobb szőnyeget fognak maguknak elkészíteni a résztvevők.